Ételt. Fő vodnézők, tessék Hello. benyomni a követést, és tessék elnézni, hogy balfaszkodom. Szóval, oké, most elvileg vannak barátaim, állítólag. Tök jó. Honnan tudom, hogy konvojba vagyunk? Jobb fönn. Jaj, de jó. Nagyon jó. És akkor most az van, hogy indítok egy versenyt, és akkor várjál, online csoportútvonal. Egy online csoportútvonal beállítása minden játékos... Okay. Hagyod békén az online csoportútvonat, oda mész egy versenyhez, mondjuk és ehhez... kiválasztatod, hogy szóló vagy kóp. Jó, mondjuk a kópot nem szeretem. Hát de... Maximum vidéken jó, ha nincs más, de mehetünk. Nem baj, most elmegyünk vásárolni egyet. Figyelmeztet és kevés videó. Vedd le a grafikát! 8 giga, nem elég. Nem. 4K-ban nyomod? Francot, HD-ban. Meg becupákoltam 30-40-et. Legörgetsz alulra és ott van a letöltés. Nem kell, hogy semmit sem nézegetni. Ropi, nem tudom, csinálj valamit a hangod, hogy olyan legyen, mint tegnap? Kapcsolj be az ajtszűrőt. Én már ott tartok, hogy nem hallom azt sem, amit mond. Annyira halk. De várj... Vagy Matyi fordít, mert én az autótól nem hallom. Be van neki kapcsolva az ajcsökkentő. Háló, szia, háló, szia, háló. Nagyon rossz. Nagyon... Most meg recseg, mint kurva én. Recsegsz, mint a szar. Akkor visszaveszem meg. Csak most ilyen helyes eltűnt. Szépen mi lassan tropi? Elhangult. Gyerekek, Tropinak mikrofonra gyűjtünk. Vigyétek a rózsákat. Akarjátok hallani Tropit, akkor... 10 éves a fejhallgató? Szerintem már van annyi. A HyperX? Már málik leróla minden, a szövetkábel... Jó, hogy 10 év, éves... Hova, még az is. 10 éves HyperX-től mondjuk... Ha úgy gondolom, hogy gyerekek, akkor a HyperX kiderült, hogy egy nagyon jó fülhallgató, mert 10 évesen is működik. És most ment tönkre. De tehát... nem ment tönkre. Csak a Forzába, a Crewba semmi baj. De amúgy lehet a Forza tetszett. Ez is a Forza hibája. Na várjál, itt van Coop, PvP? Igen, itt van olyan, hogy Coop meg PvP. Nincs más. Nem, Coop, 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 Coop. Coop. Aha. És utána? Mi utána? Jó, most akkor meg vagytok hívva? Várjál már. Rányomtál, hogy Coop. Kiválasztottad a kocsidat. Meghallotta. Igen. És... Menj vissza járni, ne! Csatlakoztam. Én is? Nem. Nem. Tropi képzett a konvoj. De miért? Látjátok, amúgy ez a baj. Ez a baj. Mindegy, ezt a versenyt nyomjuk le. Nyomjad? Elsírom magam. Milyen, mi a kategóriája a kocsidnak? Nekem? Japán. Nem. De... Pingom nincs, kiválasztottam egy autót, bárnek. Szerinted én figyeltem, hogy hanyas? Kocsi. Hát hasznos lenne. Hát... Jó. Nem tudom, behozok akkor valamit. Random. De nem lehet, hogy a zajszűrő miatt ilyen szar? De zajszűrőbe egyébként én meghallgattam kint, és semmi baja nincsen. Ha visszajövök a Forzába, akkor hal meg tényleg. Akkor be van, ki van nyomva a Forzába a mikrofonod? Ja? Hogy ne lássa? Nagyon jó kérdés. Várja. Áó, gyerek. Ó. Most már ki van kapcsolva? És ugyanolyan. Most? Nem most bájtok. Is olyan szar? Egy kicsit, egy picit. Kicsit jobb? Nem. A magas hangoknál nagyon betorzít. Cső, Dream Ghost. Kurva jó minden. Kurva jó. Meddig tölt ez a szar? Hát ez egy fél év.
fél év, és a legszebb lesz, ha utána szétkapcsol minket. Figyelj! Én lehet, hogy... Majd lesz. Egyelőre próbálok a barátaimmal játszani, de még az sem megy. Majd lesz. Az a tervem, hogy legyen. Csak be akarom fejezni a sztorit, de hát így... Lassan betöltünk amúgy. Szerintem az egész Xbox, Microsoft és a Forza játék arra megy, hogy én idegbajt kapjak, és mindenkinél rajtam kívül faszam. Te tényleg ezzel jöttél? Én behoztam egy NSX-et? Be. Újra indítottam. Megint. Hát ezért kérdeztem, hogy mit hoztál? Hát olyat nem, mint te. Hát én random kaptam. Nem volt időm választani. Most mi adsz előnyt? Majd visszafogom őket. Kiket? Ketten megyünk. Mi ez a pálya? Ez nem fék... Ez... Te nem jössz? Én nekem még nem indult el a verseny. Miért? Mi az, hogy neked nem indult el a verseny? Hát nekem még nem indult el. Mi neked mi történik? Egy hely beállsz a rajtnál? Itt látom, hogy... Funga, te hozott egy... Akkor NSX-et, én egy Aston Martin Valkyrt. És várok. Én közben megnyerem. De te már mész? Már mindjárt célba vagyok. Nem, 26%-nál vagyok. Ja jó, én még mindig nem indultam be. Gyerekek, mondjátok, hogy ez nem mindig ilyen fos, légy szíves. Ilyet lehet a crewban is. Azt hittem normál versenyt indítasz. Én nem tudom, mit csinálok. Nem tudom, én még mindig várok arra, hogy induljon a verseny. Én nem tudom, ez mi. Csak mondom, kb. 20 új autós játékom van. Úgyhogy annyi minden lesz, gyerekek, hogy megbolondul. Minden szart megvettem, ami fél eurós, egy eurós. Mindent. Úgyhogy... kell majd, hogy segítsek benne, Évi. Jó, nem hall. Én még mindig várom, hogy induljon. Jó van, én leszalom, kilépek ebből a versenyből. Hogy kell kilépni? Kilépni az eseményből, szutyok. Lépjél ki te is. Én nem tudok. Nagyon rossz. Hát újraindítom a játékot pillanat. Évi. Nem kapunk választ. Kell majd segítsek a játékban? Nem érted? Semmit nem érted? Azta. Meg kell tanulnod angolul. De akartál fordítóz. Jó, hol vannak a barátaim? Mádok sincsenek? Várjál, mert nekem újra kell indítanom a játékot. Ez gyerekek, ez kegyetlen. De most őszintén, légy szíves, tisztelt, kedves nézők és mindenki. Ezzel, ez jó lesz? Vagy ez végig ilyen szar? Mert most figyelek rátok, és nem kezdem el egyből fikázni a játékot, egyszerűen borzalom, ami eddig itt tört. Ügyjél, meghívód meg. Jó, megpróbálunk. Fél órája, és akkor még szittam a izét, a krút, hogy 5-3 perc egymásra csatlakozni. Aha. Ez kegyetlen, gyerekek, ami itt van. Figyelj, rendes sztori versenyt indítsál kövire. Azt se tudom, melyik a sztori verseny. Hát akkor várjál, mert nálam indul a játék. Jó, megvárlak, de nincsen... Csinálunk ilyenek, vannak, hogy... De ez a kék, az Event Labos, ott az Event Lab logó. Igen. Hanem tudtam, elmegyek addig a versenyig. PS-en miért nem tapasztaltunk? Hát igen, mondjuk az nem csoda, mert PS-en nincsen Forza. Végül is az is egy megoldás, figyelj! Nálunk a crewval semmi baj nincs. Annyi a lényeg crewnál, hogy egyszer kell meghívni, egy percet vársz és összedob. Amúgy ennyi.
És ez a várakozás az is az, hogy, meg, hogy be kell csatlakoznunk, hogy rányomjuk arra a joinira. Nem tudom, voltak egyébként, de azokat nagyjából patchelték nálunk, hogy megjavultak. Én nem tudom, gyerekek. Én szeretnék Forzát is streamelni nektek, fogok is. Hát ha tudok, mert mondtam, egyedül nem játszom vele. Egyedül ez retek unalmas ez a játék. Én most megpróbálom úgy, hogy többen. Ugye annyira nem. Eddig amúgy én ezt jól szórakozok, tehát hogy... Igaz, hogy játszani még nem játszottam, de kurva jól szórakozok amúgy. Hát azért kint ezt én le akarom mérni. Hihetek, skacok. Lenne egy kérdésem. Most a Matyi mutatott nekem valamit. Hál' Istennek nekem is megvan az a remekbe szabott autó. Szeretném megkérdezni, hogy a fék az mennyire reális szerintem. Nem azért, mert hogy leszarom, hogy most nem realisztika meg... Nem, csak hogy egyébként. Nem tudom, még egy órát várjunk már ezzel, hogy nem tudom, lehet, hogy csak majd a következő live-ban egyelőre hagyd tudjunk már mi játszani. Ezt a féket figyeljétek, ami ebben a kocsiban van, így 300-nál. Ez kegyetlen. Lehet, hogy még egyszer újra kérdezni, hogy játék. Megy a játék? Visszatöltötte ugyanaz. Az hogy lehet? Csak ugyanoda visszatöltött. Nem tudom. Mondtam nem valami. Tudom. Én akárhányszor lépek ki Mexikóból, engem visszadob minden egyes belépésnél hátvészre. És akkor így 40 perces töltés után még 40 percet várok, amíg betölt Mexikó. Téged meg tudlak már hívni? Nagyon szépen köszönöm, én nekem most indul a játék. Jaj, várjatok már! Várjatok már! Intézem! Megnyitom már saját live-omat is. Ezek? Na? Hopp! Megjelent a Microsoft Corporation. Azért dob be a Hot Wheels-re, mert az a házban beállítva neked kezdőnek. Igen? Hogy kell másik házat venni? Mit tudom én, nem voltam még a Hot Wheels pályán. Hát oda kell menni Mexikóba. Álljunk már meg, Mexikó. De most Mexikó. Miért nem tudsz csatlakozni? Micsoda? Mindjárt becsatlakozom. Hadd töltsek be! Szia, versenyekhez az S1 tuning elég, vagy azt hol tudom megnézni, hogy versenynél mi a követelmény? Ott Isten tartok, húzat, hogy húzat. Szeretném megtudni, hogy tudok játszani másokkal. Gondok nélkül. Nem az, hogy még mihez milyen tuning kell. De szerintem elég. Megcsináltam. Most már meghívó az otthon. Ennyi. Juhu. Én szeretem ezt, tehát hogy én nézem a fekete képer, miatt jobb alul ezzel a gurigáló dologgal. De most tényleg, most mi tölt neked? A játéknak a menüje. Odáig... Ez tök jó. Tehát még nem a játék, tehát még nem Mexikó, még csak a menü. Hihetetlen, bazd meg. Ez tök jó, hagyjad már, na haladunk. Csak mondom... Driftelni kell? Na, hallom a zenét, de még képet nem látok. Az már mondjuk fél siker, nem? Jó? Oké. Okay. Játékbetöltése, kis türelmet. Azt mondja. Előre szeretnék a mai live-ra elnézést kérni mindenkitől, de eddig egy fél óra volt megoldani az összecsatlakozást. Csak mondom, Matyi bebugolt azonnal. Tehát, hogyha a live következő úgy nagyjából 3 órájában masszívan elkezdek kurva anyázni, hogy ez a játék szar, annak megvan az oka.
Egyelőre nagyon tűrtőztetem magamat, és mint látjátok, nagyon szeretnék ezzel a játékkal játszani, és azt is szeretném kiemelni, hogy nem tehetek róla, hogy valami, ha valami szar. És csak miattatok próbálom magamat visszafogni. Tehát, hogy így bazd meg. Hogy tényleg ez vicc. És tudom, hogy mindjárt mindenki leír, hogy nálunk nem szokott ilyen probléma lenni. Örülök, hogy mindenki rohadt szerencsés, csak valahogy nekünk, meg ugye a környezetemnek nem jó a dolog. Már töltök be. Éppen optimalizálja a shaderöket. Jó, hát akkor az még fél óra. Nem. 5 perc. Jobban érzem magam. Befejezte. Betöltöttem, elvileg. PC-vel van baj. Vagy pedig kifagyott a játék. Nem mártírkodok, ez most kibaszott őszintén elmondtam. De akkor szeretném megkérdezni, szerintetek, Matyi, normális, ami az elmúlt fél órában történt? Hát ha ezzel a játékkal és az online-jával kapcsolatos, akkor igen. Hát most... De most, várjátok már, mert Zoltán, figyelj, most próbálj meg ilyen emberi kommunikációt folytatni. Szerinted mit kéne mondanom? Horizon 5 egy hulladék, a legjobb Horizon 3. De nekem nincs Horizon 3-om, én elhiszem. Én próbálkozom, mert tudnék a nézőkkel játszani. Becsatlakoztam. Várjál, hogy tüntetem el, mert csinálok ilyen fotókat. Ez borítókép a vizére. Ó! Oh! Azt hittem kifagyott a játék. Nem tudok Szabolcs Ibot innen segíteni. Ha itt vagyok a versenynél. Igen? Kék versenynél vagy? Szerintem ez nem... Nem. Vagy narancssárga, jó vagy helyen vagyok, ilyesmi. Narancssárgánál. Jó, mindegy. Azt rányomsz és kó. Jó, egy A osztályos 755-ös autót. Tehát A 700 rally, oké. Okay. Tehát, hogy most nem tudom, hogy ez miért mártírkodás, egyszerűen, bazd meg, ez egy őszinte vélemény volt, hogy akármikor lépek be ebbe a játékba, vagy shadereket tölt, vagy kifagy a billentyűzet, vagy kifagy a haverom, vagy fél óra összecsatlakozni, vagy szétdob, bazd meg, össze-vissza, most mi nem tudom, hogy hogyan kéne megfogalmaznom, jaj, semmi baj, jó amúgy, választottam valami autót, jó lesz. Én is rámentem az elsőre. Ne válogass sokat. Csőcső. Nem hiszem, hogy... tehetek róla, hogy ez van. Ó, az a Colin McRae rally autó? Aha. Én hoztam a Peugeot. Kijött a... Az ellenség? Az ellenségünk? Mennyi ellenségünk van, gyereke. Én nem látom még. Még mindig? Nálam fekete képernyő van. Ne szóval csináld már, bazd én meg. Én Fordot látom mondjuk hátul. Aha. Nálam a Cordillera út van, meg hogy sofőrök. Igen, most már nálam is. Igen? És most? Most várunk. Na, most indul. Mindenkinek? Indul. Folyamatosan nyomkodom a shiftet, hogy nitrózzak. Mi van, Peugeot? Ezzel nagyon túl kell lendüljek. Ezt ismerem. Ezt ismerem. Mennyi? Igazából csak pontszámba kell jobbnak lenni. Nem kell ezt újraindítani, jó ez. Menj innen! Mi van? Mi van, Peugeot? Csapódik felé! Robi kétszer jött meg! Kétszer megjött ott, basszeg! Az mi volt? Hát itt hiába megyek szélárnyékba, itt nincs szélárnyék. Menj már innen! Nem egy kilöki! Én is azért mentem be mögé. Nagy fék! Fék! Ott egy checkpoint. Menj bele! Remélem fölvette. Nem vette föl. Sziasztok!
Na, ma megint előttem van, ez hihetetlen ez a csávó. Menj már innen! Gyerünk! Na, van nulla pontom. Elsőnek kell legyetek. Első kell legyél. Nem, mi kettem, ha első vagyunk, akkor már meg vagyunk pontszámba, úgyhogy trofi is megnyeri. Hogyha utolsó, akkor is. Mert ott jobb oldal látod a pontszámot. Ez van, hogyha elmész a zászló mellett kívülről. Jó! Nem merem fogadni, hogy Matyinak nincs bekapcsolva az ideális ív és a fék. Hát persze, hogy nincs. És amúgy az is durva, hogy mennyire látszódik, hogy nincs szinkronban. Ötte visszaugrál a kocsi a csávónak előttem. Ilyen is nyugodj meg mögöttem, nagyon vicces. Azt már nem merem mondani, mert megkapjuk, hogy tanyasi az internetünk. Az persze. Lehet egyébként. Fél óra alatt töltötte a játék. Nekem gigás netem van, úgyhogy nem szokott vele baj lenni. Nekem is, de hát ki tudja, lehet, hogy most pont rossz. Pont most? Hogy mindenkinek szar. Jövök, mint a talajvíz. Hogy most addig kell ezzel a játékkal játszanunk, még nem kezdjük el rohadtul élvezni. Mert... Hát én nagyon élvezem, ahogy te ugrálsz, meg folyton füstöl a kereked. Tök mindegy, nyitkált füstöl a kereket. De én nem így emlékeztem erre. Jó, de ez gyerekek, tényleg nem tudok mással játszani a nézőkkel, úgyhogy... Ha nincs ló, jó a szamár is, tartja a mondás. Amúgy keresztbe kell beérni, sokkal menőbben néz. Ja igen, kapsz érte plusz pontot, nem? Igen, ez plusz kettő. Azok is rosszak. Mindenesetre a crewhoz képest nagyon rossz az autóhang egyébként. De nem, máshogy fogom, az a crewban lévő autóhang az minden, így nem tudom, de majd gondolom az új Forza is olyan lesz. Nagyon remélem. Na, kihagytam 4 checkpointot, az jó, nem? Tehát, hogy tényleg ott egy kicsit, de ilyen fejlődik az audio is, tehát ez... Ne, és akkor... A700-zal kéne menni? De lehet egyébként, hogy ebben realisztikusabbak az autóhangok, azt nem tudom. Realisztikusabbak amúgy, viszont a crewba szebbek. Én is azt mondom, hogy ott valahogy az durva, ami abban van. A fülnek szebb, viszont itt realisztikusabb. Bár szerintem ennek az autónak nagyon tompa a hangja. Ennek nem volt ennyire tompa. De most te itt vagy mellette. Nézzük, igen, ti egy mapon vagytok, engem nem láttok, mert ilyetek, én már befejeztem itt egy részt. Itt egy kék verseny. Nem várjátok? És oda mi kell? Autó. De megvan adva a kategóriába. Marigold. Ez valami pornószínésznő lehet, gyorsasági pálya, újonc. Jó. Mehet, indítsad. Aztán majd két verseny múlva pedig újra össze kell csatlakozni, ahogy megszoktam ezt a játékot. Remélem, hogy nem lesz ilyen, nem, figyeljetek, annyit kérek, hogy tényleg ne szígyük, csak akkor szígyük, hogyha tényleg van miért. Figyelj, ha ez nem történik meg, én nagyon boldog leszek. De a tapasztalataim nem ezt mondják. Amúgy igazából ezeknek a versenyautóknak akkor jön ki az igazi hangja, ha rárakod a versenykipufogó. Mert ugye változik a hangja az. Miért? Ezen az autón nem versenykipufogó van? Tudsz rá még versenykipufogót. De mi alapból mi a faszom van rajta? Mondd már meg. Gyári! De most úgy őszintén. Nincs alatta, levágták már. A Katit ellopták, viszont...
Nekem ez úgy néz ki, mint egy versenyautó. 900-as, 900, 900. Micsoda? S1 900? Mit tudom én, 900, bazd meg, csak egyféle van. Várja, mert nem tudok bemenni, hát mi? Azt mondja, térj vissza a szabad kószállásba. Jó, becsatlakoztam. Ki az a Gene MM5901? De követ folyamatosan. Jimbo. Azok de rossz. Mi van? Van, ami van a kocsimnak. Motorhibás. S1 900, gyorsan, aha, mi legyen? Ez jó lesz. Köszönöm a tánkot. Én behozok valami vadállatot. Én is. Akkora vadállat lett. Mellékesen jelezném, hogy fontos lenne, hogy a versenyt megnyerjük. Megfogjuk, ez S1 900-as. Meglátod a kocsimat, beszarsz. Szerintem egy fasságot hoztam. Remélem ugyanazzal jött mindenki. Igen. Oké. Okay. Tök jó. Értem. Gond egy szál se. Jöttünk a kis busszal, nyugi. Nem baj, majd kereket kell cserélni, nektek szólok. De Isten villám megvinned, de mit akarsz? Nyerni. Nyerni, bazzeg. Nézzük. Fél úgy lerajtollak. Az lehet. Azt mondja, FR széria változott. Drenzi, nem jössz át Twitchre? Mert ott amúgy ott van egy csomó néző, és akkor úgy többen lennétek. Meg a többi YouTube néző. Hagyjál már, az... hogy legyorsulsz! Kurva fánkoddal! Tudod, hogy megy ez az autó? Most az enyém tudod, hogy nem kanyarodni? Így nem. Ne, fordul, várjál. Aha. Én hülyét kapok ezektől a checkpointoktól. Itt van előttem a izé, ördögűző. 1000 lóerő, hülye vagy? Elhagytam. De hogy hagytok le azzal a szarral? Úgyhogy amúgy ez egy dragster. És tudsz vele kanyarodni is? Aha, ez nagyon brutálul kanyarodik. Aha, még jó, hogy a tiétek kanyarodik. Enyém meg drift autó szerintem. De azt várjál, nagyon figyelj, tudja. Várjál, figyelj, mutatok valamit, hogy ezen kiégsz, föl lehet tartani a botokat. És átmennek rajtam. Szia, Tropi! Szia! Na, de kihagytam megint egy csekkpöntöt. Föltartom őket. De ne tarts fel őket, menjél, mert pont számba jók vagyunk. De megvárlak. Én föltartom őket. Jó van. Várjál, itt lehet úgy menni, mint a Crew 2-be. Hogy a falon? Aha. Tök jó. Használd a szalakkor a falat! Túldrifteltem. Nincs több fal, úgyhogy gyertek! Hát már első vagyok, hát ez kurva jó játék! Tök jó! Ezt Guttikától tanultam. Az mi volt? Fölálltam első kerékre. Szerintem beragadt a fék. Jövök! Menjél nyugodtan. Én már elengedtem a féket, fölösleges. Figyelj! Szóval. Pedig az enyémben van amúgy kipörgésgátló, csak mondom. Enyémben semmi. Csak nem gátolja meg a kipörgést amúgy. Ne jelöl a hintrópót! Hogy van? A lámpa bagival! Jön a rámpa magiból, vigyázzál! Ezt az tényleg kilök? Ez kilök! Amúgy nem rossz ez az autó ám. Ez se, de nem NASCAR-ra való, az tuti. Gyere Mercedes! Nem lett meg. Kurrom már tört autóval. Millán McQueen. Az biztos, Geri. Ez így van. Ott is van. Tudom, a töltési időn lenne egy kicsit jó javítani. Nem bánnám.
connection-nel egyébként nekem nincs bajom. Három. Alapvetően még nem dobott szét minket, szerintem egyébként azt orvosolták. Én nem gondolnám, hogy... Ez a Lanur az gyorsasági. Hallod? Állj meg! Ott vagy előttem. Pedig elvileg te... Megyek a gyorsaságira. Ne! Tropi itt van! Ott látom Tropi! Elment mellettem a Tropi. Igen, te átmentél rajtam igazából. Ott van Hunga, te! Itt van Tropi, gyere! Gyere! Kapjuk el! Kapjuk el! Na, nem tudok irányítani ezt a szurkot. Ez egy jó döntés volt. Figyeljetek, kedves nézők, nézzétek meg a Twitch-en a menetrendet, ki van rakva, hogy mikor mi lesz. Úgy ütemeztem, hogy tudjunk együtt forzázni, én nagyon bízok benne, hogy működni fog. Aztán, hogyha nagyon-nagyon nem jó az a játék, akkor lehet, hogy elengedem. Adjál már a Horizon fejezeteddel! Gyere fejjel! Várjál, el ne indíts semmit! Ezt akkor mondom, hogy nem lehet kinyomni. Jó, figyeljetek, mondom még azt. Még ne nyomd rá a kópra, és akkor nem hív be minket. De már rányomtam, a kocsi választ. Akkor ne válasz kocsit. Jó. Jó, eltűnt, mehet. Jó, mondom az autó kategóriát, most azt választom ki. Na, 714-es A-osztályúval jövök. Tehát A-osztályjal kell jönni, jó. Na. Emlékszem, hogy emlékszem rá. 5 darab autóm a játék. Ha nincs autód, az a játék. Á, meg lehet béren, tudom. Kölcsönző. Nagyon megy a GLS autó, azt mondja. Szerintem mindenki ezzel a Mercedes-Benz 300 SLR-rel jön. Aha, én is úgy érzem. Ezt vettem. Illetve nem vettem, hanem volt egy ingyen választható, mondom, akkor hát elviszem a legdrágábbat. Nagyon örülnek neki, nekem amúgy nincsen A700-as autóm ebbe nekem a kategóriába. Sem. Hát, ez milyen kategória? Szexi, ős, régi? Vagy minek nevezi a játék? Én nem tudom. De most egyenlőek az erőviszonyok. Szerintem lehet, lefele 110. Lanuras gyorsasági. Hogy kell a dupla elmondani? Valaki ott keresztbe áll. Tehát úgy indul a mezőny, hogy valaki 90 fokkal elfordul. Nem láttam olyat. Nálad van. Győzd le a vörös csapatot. Jó. Oké. Nincs senki keresztbe. Ja, akkor nálam volt, jó. De csak a töltőképen. Hogy jó a hangja? Az jó. Ebben van szél árnyék? Nem tudom, de szerintem fék nincs. Nem baj, ott a fal. Meg ABS se. Nem tudom, milyen nehézségem vannak ezek a botok. Szerintem a legkönnyebben, vagy valami olyasmi. De egy szakértőnek valóra fölrakhatnád. Nyerni jöttem, nem szenvedni. Akkor a legnehezebben van. Figyelj, ahogy elnézett a Robinak, még így is nehéz. Hogy... Köszi. Én simán megoldom, fék nélkül is, érted. Mit csinál? Azt hiszem, jövök utána már. Van, de minimális, gondolom. Valamennyi szélárnyék biztos, hogy van benne. Ketchup van benne. Most te? Majonéz. De várja, erős pistás a ketchup? Hát, csak a majonéz. Nem baj, az is. Nekem mi nem van állítva a kipörgésgátló, mert amúgy bárhogy nyomom, egyszerűen tépi ki magát a seggét. Nem tudok vele menni. Nem tudom, nekem ki van kapcsolva. Nekem meg állítólag be. A TCR az nem, mi az LC? Te direkt mész jobbra balra vagy? Punch control. Én? Aha. Nem. Szara, az LC az a launch control. Jönnek! Basszik el, hogy nem mentem egy rohadt kanyart, úgyhogy ne dobja ki a seggét. Hát ez egy drift autó amúgy. Ebben a játékban minden drift autó. Amúgy igen.
Ne, legyünk. Jó ez a játék egyébként, megvannak benne a jó dolgok. Hú, amúgy! Mi most hogy a rosszakat próbáljuk. Hát, igen, én is tapasztalom. Figyelj, Tropi, most elverem neki. Figyelj. Figyelj. Tök jó. Képzelem, amikor így keresztbe megyek, és a merci mérnök, akik így tépkedik a hajukat, érted? Hogy... Ne, a kúcs! Ez kötyök! Fú, te! Pedig amikor keresztbe mentél, neked mehettem volna. Jó! Oké. Okay. Amúgy mind a hárman ugyanazzal a csajjal vagyunk? Lehetséges! Na jó van, az ikrek. A lényeg, hogy megnyertem. Nem sokkal. Hát jó, de ki kellett mertem Stropit. Neked 950-es volt a kocsi. Nem, mondjuk pont ott kapott. Stropit a csajjal vagy? Ez fejtsd meg, de szerintem nem abban a ruhában. Van csöcse? Azt nézzük meg. Majd megnézem azt kapcsolat. Is. Megszakadt a kapcsolat. Vissza szabad kóborlásba. Nem már. Újra. Mondtam. Várjál. Három verseny. Nem, még itt van. Ott van, csak kiírt a fent. Ja. Várjál, mert nekem le black screen-ed. Jó, visszatöltöttem. Tudom, mert mi régen játszottunk vele, és akkor amúgy nem voltak ilyen problémák, mert hogy szerintem most se lesz. Elején volt egy ilyen kis gebasz, de szerintem nem fogja szétdobálni. Gergő, átadod a leadert? Egy kicsit több versenyem van. Nem. Pedig indítanék olyat, amit élveznél. Én ezt is élveztem. Egy izét. Figyelj, egy góliát ott. Az is van nekem, de elmondom nektek, hogy én olyan versenyeket akarok kint, ami nincs kész, tehát azokat akarom megcsinálni. És a Horizon kaland új fejezete, az most fog majd megnyílni, ami nem tudom, hogy hol van, de... Hogy kell amúgy a izére menni tovább a sztori? Mert én itt akadtam el egyébként a múltkor, hallaványi lila fingom nincs. Várja, megnézem. Hát, azt én is néztem. Csinálni kell a versenyeket, semmi egyébként extra. Ez a csávó egy zseni egyébként. Aztán szerint feloldja. Bemész a Horizon kalandba, rányomsz oda és írja, hogy hol kell csinálnod mit. Jó, akkor indítok egy versenyt. Azt a kolosszust el is indíthatod, az jó. Oda kell mennem. Hát igen. Nincs tépé? Nincs. Vagy valahogy... Nekem van. Ide van tépé. Igaz, hogy rohadt drágába él. Kerül, de van. Így van. Itt a góliát... Hát hogyha... Mindent próbálunk megcsinálni most. Mondom most mindenki, aki ír, olvasom a kommenteket. Próbálunk mindent megcsinálni, hogy szép lassan játszunk vele, haladjunk. És hogy legyen feloldva minden, és akkor tudunk majd együtt is játszani, meg lesz minden. Ennyi a célom igazából. Várj, a TP az... Valamelyik házhoz jár. És úgy indítsd el, légy szíves a kolosszus, hogy legalább esélyt 900-zal. Ha nem akarunk másfél órát vezetni. Milyen hosszú ez a verseny kilométerben? Valaki meg tudja mondani? A pálya körbe. Nem. 55,1 kilométer. Szóval legalább esélyt 900. Akarom hozni ezt a fánkos akármit. Mit szólnátok ehhez? Abart SS-e. 95. Melyik Cooper? Van? Az rosszabb. Mindenki hülye! Az biztos. Rózevertel menjünk már, jó? Jó, akkor... Mindenki azt az, amit akar, jó? Na. Ez az! Én bejárom az utokat. Jó reggelt, Bunyesz! Figyelj már, Bunyesz, ahhoz van magyar felirat? A Civilization 6-hoz? De rosszul vezetsz. Ez az, valaki végre megmondta, hogy béna vagyok. Kösz, haver!
Isten vagy. Látnád reggel, amikor nem aludtam 3 órát, aztán megyek dolgozni. Ja, hogy eskettővel megyünk. Ez vicces lesz. Köszi. Milyen autót hoztál? Aha. Mi vicc? Az, hogy egy 2 perc nézésből megállapított, hogy vezetek a Forzába, amit most kezdtem el nagyjából 2 év kiadás után? Ez? Az tényleg vicc amúgy, hogy valaki ennyire így. Fél 2 perc alatt én is megállapítom általában, hogy szar az autó. Billentyűzettel persze, mert a kormányt nem akartam beszenvedni a játékba. Jobb is. Na, mi az a BMW X5M? Mi a baj vele? Nem az autó a szar, egyértelműen én vagyok. Én nem is vitatkozom. Nézd a BMW-t. Mi történik? Roncs derbi, öcsém. Ez Grand Race. Maximum. Igen? Menjél már innen a szucskoddal. Ne lögdösüljél. Itt úgy ismersz Grand Race-t, hogy nem jönnek be a izék. Más playerek. Nem, kinek a bot? Lögdösi a botot, bazzik. Az meg, hogy félre rántott fékezésre balra a kocsi, az mi volt? Hol hagytam ki a checkpointot? Ugye nem vagyok képbe. Össze kell szedjem magamat. Hogy van előttem a 10. Mi? Előttem megy a 10. helyezett. Tehát elsőket vagytok mind a kétszer. Előttem a 10. Most a 10. vagyok? 12. vagy előttem. Bizár dolog, és rám rántja a kormányt, vágod a parancs. Na, sics vissza, ezt nézd meg, itt megy. Itt nyomja neki. Tényleg, 12. jön meg. Hát no, hát most... Próbálom magamat átverekedni itt az idén ellenségeimen. Ennyi valamerre, haver, mert nem tudok előznék. Ne! Fal. Nézd meg, Gergő, itt jön a 12. De nem fordul be. Hol? Itt jön mögöttem. Az jó. De nagyon jön. Az jó. Nagyon nyomja neki. Nagy fék jön. 12. van mögöttem. Hol vagytok? Azek, hát... Fékezek ott, ahol mondja. A dragstereket nagyon fel lehet a crewba tuningolni. Tudom, több ezer lóerőre. De a valóságban is több ezer lóerősek ezek a dragsterek, úgyhogy ez... Nem tudom, mivel jöttetek amúgy. Én Bugatti Devo-val. Én BMW-vel. X5-össze. Érted, ő jön egy SUV-val, azt oda ver minket. Na jó, de ez ilyen sebességbónuszos lófasz, tehát ez... Ránézésre az enyém is. Valami speciális cucc. Ránézésre az enyém is. Már speciális. Akkor jó. Én nem tudom, ahogy én ezt a kocsit... Igyekszem. Úgy megy az a Taycan. Előttem? Aha. Tehát nézed a live-omat? Nem, látom, hogy itt jössz mögöttem. Hát én most nagyon beindultam. Kihagytam egy checkpointot. Szia, Trofi! Ott a 12. Látom! Lőttük már meg! Nagyon megy! Röki! Röld meg! Hogy gyilkolja! Na. A 12. itt van a...
itt van előttem, baszik. És harmadik vagyok. Ez hogy került ide? Ez mi a fasz? Kösz. Még gyorsabb lett. Ez csak ennyit megy. Gyerekek, én otthon hagytam a hetedik fokozatomat. Nekem 3-60 a vége. Nekem 3-30. Nekem valami 400. X5-nek. 12-et nem kérdezzük meg, ha már itt jön velünk, hogy... Mit csinálsz, Trott? Neki mennyi a végsebessége? Két kerékre álltam, most mi van? Ez vicc, bazdmeg. Nagyon megy. Megelőz mindjárt. Gyerekek, esküszöm, fogok csinálni videókat, hogy melyik jó autó, melyik nem. Egyelőre hagy élvezzem... Ez nagyon jó. Hagy élvezzem ki a játék pillanatait, ez kegyetlen jó. Most amúgy kezdem élvezni. Főleg ez a pillanat tetszett a legjobban. Várj én vissza! De mennyit pörget vissza? Nagyon sokat. Igen, az is, az, na igen. Na jó, azért a harmadikat megelőzöm, de a 12-et nem hiszem. Íj, a 90 fokos kanyar. Nem tudom bevenni a checkpointot. Amúgy igaza lehet. Azt írják, hogy valószínűleg misszelte a bot a checkpointot, azért a 12-dik. Oh. De ő ettől még nyomja neki. Azt nem érdekli, hát most nem. Talunk egy kicsit. De amúgy valószínű a rubber banding miatt megy így, mert hogy úton akar érni minket. Én nem tudom. Csak én vagyok ilyen elvetemült, hogy izével nyomol? Billentyűzettel vagy? Aha. Várjál, már baj van. Megcsúsztam, és most már nem ismerem az egyenest. Jó, várjál, lementem a földre, ott betapadt a betonon, nem ment. Esküszöm. Az ott mit csinál? Íj, mekkora kanyar. Megvárt a bot. Na jó fej. Ezek Forzában frankon tudnak lerakni checkpointokat. És egyébként a Forzában ez egyébként nagyon-nagyon pozitív, hogy nem mutatja a checkpointokat, hogy hol van, hanem ugye nem tudod, tehát nem tudod levágni. Jó van ez úgy. Igen, mert nem map alapú a checkpoint. Gyerekek, fejezzétek be a vitatkozást, vagy legalábbis a egymás agyának a húzását a izén, mert nincs értelme. TikTokolja, mert én is már így leszarom igazából, hogyha valaki beszól, meg izén, nem kell velük foglalkozni, amúgy csak lerántanak a szintjükre, azt agyonvernek a rutinjukkal, szóval nem vagyok ott elég jó. Nem szabad. Ha valaki szerint szarul vezetek, akkor még elkezdek direkt még szarabbul menni, hogy érezze, hogy igaza van, és akkor boldogan elmegy aludni. Én nekem is jó, neki is jó. Én tudom a képességeimet, tisztában vagyok vele, és én egy boldog vagyok. Boldog mamu, játszik a gyerekeivel. Amúgy ti hol vagytok? Hány százalékon? Én nagyon kergetek egy környékzeket, aki téged akar utolérni, és nem lehet megelőzni. 85. Ja. 85. 85 százalékon vagy? Cső Peti, cső mindenkinek. Aki a YouTube-on néz, azoknak üzenném, hogy akinek van kedve, persze nem kötelező, de a fő nézőbázis az a Twitch-en van, úgyhogy javaslom, hogy ha van kedvetek, gyertek át. Nem kell, haver, megfogjalak? De nem azt mondom, hát ugye a bot úgymond engem akar után utolérni, nem érted? Nem kell, menjél, majd én most utolérlek téged, próbálj meg lehagyni. Na, gyere. Én Red Taco Pétert nem tudom utolérni, na, tehát... De most ez megállt! Nem álltam meg, 15-tel megyek. De ne egyél már, csicska, akkor kapjál! Jó. Meg, teljesen. Nagyon meg.
Mi történik? Még egy checkpoint. Azt kérdezték, megéri-e az új crew? Meg. 1000%. Jöhetsz is velünk játszani majd, ha úgy van. Mármint Grand Range-be. Ha megveszed és utána nem mondod le, akkor tök jó, hogy még fizetsz havonta 5000. Én ma mondtam le direkt. Az avatáron, miért elő kell fizessek. Figyeljetek már, én valamit nem értek. És ezt nem csak a Forzában nem értem, hanem a Forza Motorsportban egyáltalán, de rengeteg autós játék használja ezt a... én nem tudom, minek hívja. Ugye a motorháztető nézetben, amikor a motorháztetőt nézem, ami a én megközelítésem szerint kicsit döntve ugyan, de az ég felé néz. Igen. Akkor én miért látom a legtöbb játékban a motorháztetőben az aszfaltot magam elő? Nem tudom. Itt mondjuk egyébként meg pont, hogy még annyira nem. Itt inkább a fákat látom, de például a motorsportban utat látom. Nálam a tükröződés az abba az irányba, tehát így én nem tudom, de lehet mondom, hogy ez nem csak a Forzába lehet felfedezni, hanem nagyon sok játék csinálja ezt, és nem értem. Nem tudom, de nem szeretnék több S2-es versenyt venni. Bazdeg, olvasom a csetet, ez nem ért. Engedj vissza előre. Hát de arra vártam, hogy hibázzál. Várjál már, menjél, mert itt van mögöttem bugócsiga. Várjatok már meg. Hol vagy? Én 60%-nál. Mi 68. Vagy hát én. Menekülj, mert elkaplak. Mondjuk én kihagytam egy checkpointot, szóval most meg tudsz előzni. Várj, én nyomom még a pedált is hozzá. Úgy hát, de van a YouTube-on van bemutató videóm róla, a crewról. Ott arról is van, hogy melyiket érdemes megvenni, mindenről. Szóval gondolod, checkold le. Egyébként én azt mondom, hogy meg. Főleg most. Most meg még akciós 13 000 Epiken a fullos edition. Azonnal. Hű, gyerekek, ezután lesz egy cigaretta szünetem. Abba kéne azt is hagyni. Miért? Mert egy órája lejár a VOD. Akkor van szünetem, mikor a VOD lejár. Mert ugye óránként... Azért mit megy az a Bugatti? Nem tudom, én is nagyon jövök. Tempót. Mondjuk a kanyar sebessége jó, szó? A botnak, ha? Én olyat jövök a Bugattival a kanyarba. Az a baj, most nem tudlak le... hagyni, mert te autód alapból gyorsabb. Beszélnem kell a szerelőmmel, nem tették bele a hetediket. Ebbe is csak 60. De ha 3.30-nál tilt, láttad, hogy néz ki az autóm? Ezzel nekem a Katival szerintem 600-ig is mehetne. Hát... Akkor az enyém nem illik ide, ez az X5, érvelmatlan hülyén néz ki. Epiken kupon is van hozzá, igen. Tehát még olcsó. Ha már kicsit úgy érzed, hogy mindjárt megelőzöl, szeretném jelezni, hogy a célig nem fogsz. Igen? Hát még egyet checkpoint misszelek! Próbálkozhatsz, várhogy. Igen? De próbálkozol, látom. De nem. A célba fogod meglátni, hogy mögöttem vagy. Pozitív ez a barátság amúgy, úgy érzem. Nem, ez egy lelki terror, hogy nyomás alá helyezzelek. Igen? Hogy neki menjek a falnak. Amúgy, bocsánat, mindenkit, nagyon zavar, hogy... és ez egyébként Recsegye. Már minden játékban, az is, de nem, az nem. Minden játékban, hogy az nem egyébként, ma megszoktam. Hogy amikor lemegyek két kerékkel a földre, akkor nem történik változás. Aha. Az engem egy picit frusztrál, hogy de mondom, ez sajnos ez tényleg, bocsánat, a crew miatt van, hogy ott azt elkezdtem kihasználni, mert megszoktam, hogy ott van ilyen lehetőség. Azért egy harmadik helyet csak hoznom kéne. Nem hozok, mert még egyet checkpoint misszelek. Hát most majdnem én is. Azért látom a propinál a próbálkozásokat.
Á, ripityára törtöm a BMW. Nem is törik a játékba a kocsi, úgy van beállítva, nem? Nem, nálunk törik. Hát én nem tudom, ez... Akkor szerintem törik. Már smart, nem X5. Hopp, checkmoint. De hogy hagyjátok ki a mód? A crewhoz vagyunk hozzátok, akkor jött, még picit el tudsz menni igen, bele. Igen, igen, igen. Igen, azt én is benyaltam az elején, de most már odafigyelek, hogy ne. Mondjuk ebből a szempontból lehet, hogy hát nem tudom, egy kis tolerancia. A Need for Speedben is van némi, de hát az most már mindegy. Ez milyen hát autó? Fogalmam nincs. Esküszöm, nem tudom milyen autó van. Hogy érjek be oda? Sok volt rajta a szállni. És gondoltam stabil. Most vetted meg a Crew 2-t? És Renzi, neked a Motorfest megvan, vagy csak a 2-t vetted meg? Ugye a 2 jó, mert bármilyen autót megveszel a 2-be, azt át tudod vinni a Motorfestbe. Abban a szempontból amúgy jó. Meg amit számítva megszerzel. Ja, amiket megszerzel bónusz számítós autókat, az később... Rohadjatok meg! Igen, de figyeljetek, van olyan ember, akinek van Crew Motor Fest, de Crew 2-je nincsen? Soha nem játszott mondjuk a Crew 2-vel? Gyertek be egyébként DC-re mindenki, mert majd be fogok jelölni, aki szeretné, majd Discordra kiírom, bejelölök titeket Discordon, aztán tudtak jönni Crew-ba. Nem feltétlen csapatba, de be tudtok csatlakozni Grand Race-be. Na, szóval azt akarom mondani, hogy ha valakinek mondjuk van Crew Motorfestje, de Crew 2-je nincsen, az mindenképpen vegye meg a Crew 2-t, és kezdjen el vele játszani legalább minimálisan, mert van egy csomó olyan számítós autó, amit most már meg lehet venni a Crew 2-be, és a Motorfestbe automatikusan feloldja, mondjuk ilyen 400 ezer, meg 300 ezer, és ha nem szerzed meg, akkor nem biztos, hogy a Crew Motorfestben valaha meg lesz. És például pont az egyik meta kocsi az ilyen a, nekem a Crew Motorfestben, amit a Crew 2-ben lehet kiszedni. Ja. A másik meg, hogy... Renzi, most van nagyon big leárazás. A másik meg, hogy Crew 2-ben olcsóbbak a járművek. Ja, a másik fele, igen, hogy... A Crew 2-be mindenképpen vegyétek meg a Crew 2-be, igen, a Crew 2-be alapból például, mondok egy példát, mondjuk van egy Koenigsegg Jesko, ami 2 millió 6 a Crew 2 Motorfestbe, bocsánat, az a Crew 2-be 1 millió 8 lett, és hogyha 1 millió 8 érte, most az a Crew 2-be, akkor amint belépsz a Motorfestbe, tehát ez úgy működik, hogy most én belépek a 2-be, veszek egy autót, majd átlépek a Motorfestbe, akkor egyből kiírja, gratulálunk, megkaptad ezt a kocsit. Tehát azonnal adja oda az autót, semmit nem kell csinálni. Bármi, amit megszerzel a Motorfestben, kivéve a legújabb autók, majd szokott lenni egy-két hét eltűzés, de egyből viheted át, szóval ez zseni. Azért mondom, hogy ha éppen Crew 2-zöl, akkor mindent viszont. Gergő, mielőtt elmész, nyisd meg nekem a Horizon térképet. Most a izét térképet. Csináltam meg, nem ez kell neked, hanem ez, nem? Horizon kaland. Igen, az. Most szereztem meg itt a második pipát. De melyikből van még hiányos neked? Nagyon jó, akkor a Horizon Wide-ot kezdjük el nyomni. Hát a földutasokat kell nyomni, nem? Igen. Több TP ne, kell. Nem mondhatom a BMW-t. Akkor várjál. Én addig építek pár földutas autót. Amúgy nem rossz ötlet. Jó, na mindjárt jövök egy 5 perc. Most a Silvert eléred, Delta jár érte. Mi a számítom? 400-adik vagyok. Úgyhogy nekem az már nem, kész. Tegnap az a Motorfest, a izébe jár Delta. Lancia Delta 4-es. Azt is megcsinálom. Az nekem mindig megvan mindegyik platba. Azokat megcsinálom, hogy ne legyen az, hogyha esetleg valami van, akkor be tudjam nektek mutatni, szóval azt nyomom. Na jó, skacok. Megvan neki. Vodot megállítom.